Sziasztok! Ezt a videót elsősorban nem a nagy közönségnek szánom, hanem azoknak a videósoknak, akik foglalkoztak The Ravenclaw's Bandinak az új dalával. Nem fog mindenki az eszembe jutni, de körülbelül akik a címzetteim, ők Citex, Mannin, Owen McKendry, Szabi Est, Zsoltán Zsolti, Zsíros Deszka, Benszülött Bálna, nem tudom még, Szala Isti, tehát sokan csináltak, nagyon sokan csináltak erről a témáról, és elmondták azt, amit minden jó érzésű ember gondol, és igazából felháborodtak, meg megmutatták, hogy miért rossz ez, amit a Bandi csinál. Oké, viszont én mást várnék tőlük. Főcím, és elmondom, hogy mi van. Híres ember. Első ezen a néven. Arról van szó, hogy Bandi egy nagyon jó alapötletet csinált meg nagyon-nagyon rosszul. Tehát az alapötlet az tökéletes lett volna, csináljunk egy fiataloknak szóló figyelemfelhívó videót arról, hogy ne fülhallgatóval menj a sinek közé. Botrányosan rosszul sikerült ez a próbálkozás, botrányos emberekkel állt össze, tehát mind a felhozatal, mind a kivitelezés, mind a mondani való kritikán alul lett. Ezt mindannyian tudjuk, ezt mindannyian aláírjuk. És nagyon-nagyon-nagyon sokan nagy megtekintéssel és nagy feliratkozó táborral rendelkező videósok úgy gondoltátok, hogy ezt el kell mondani mindenkinek. Nagyon jó, oké, megtörtént. Viszont szerintem nem ez a fő probléma, és nem erről kéne elsősorban beszélni. Ez nekem kicsit olyan, hogy van egy olyan hype, amit meg lehet lovagolni, hisz mindenki úgy érzi, hogy tök igaz, amit mondasz, és tényleg valóban tök igaz, amit mondasz, és erre húzol föl egy videót. És én viszont azt szeretném, hogy az alapötlet, ami lett volna a Bandi alapötlete, az ne vesszen el. Tehát is arról van szó, hogy a Bandi világéletében azt csinált, hogy ült a szobába, és kritizált embereket, és elmondta, hogy miért szar, amit csináltok, és miért res, amit csináltok. És mindenki egyetértett vele. Utána a Bandi fölállt, elkezdett tenni is, és ugyanaz a trash lett, ha még nem rosszabb, mint ami ellen küzdött. És erre jöttök most ti, és ültök a szobába, és elmondjátok, hogy miért szar, amit a Bandi csinál. Szeretném, ha inkább csinálnátok valamit. Én azért merek pofázni, mert én csináltam erről a témáról, konkrétan nem erről, hanem a fülhallgatós zebrán átkelős témáról egy videót, 3 évvel ezelőtt 320 megtekintés lett rajta. Tehát az én szavam a szart sem ért, tehát én hiába pofázok, én hiába csinálok videót, nem jut el senkihez. A ti szavatok viszont rengeteg emberhez eljut. Tehát most olyan videósokról beszélnek, akiknek ilyen 50, 100, 200, 300 ezer feliratkozójuk van. És ülnek a szobába és elmondják, hogy a Bandi szar. Amit mindenki tud, amit mindenki lát. Én azt szeretném, hogy tényleg álljatok bele akkor a témába, ha tényleg annyira fontosak a gyerekek, annyira fontos az, hogy mindenki épségbe hazajusson, akkor ti, akiknek szavatok van, ti, akik tudtok tenni ezért, álljatok bele, és csináljátok. És én felajánlok bármilyen segítséget ebben, ugye én hiába csinálok videót, az nem sok emberhez jut el, viszont ha vágásra van szükségetek, nagyon szívesen segítek, szóljatok azonnal ugrok bárkinek, ha erről a témáról van szó. A másik dolog, ami szerintem írtozatosan fontos, és szinte senki nem beszélt róla, az, hogy ezeknek az eseteknek ugye vannak áldozatai. A gyerekek, akiket elütött a vonat, ott a család, a gyászoló család, igen, tényleg ők áldozatok, és nincs több áldozat. És itt teszem fel a kérdést, hogy valahogy mindenki megfeledkezik arról, hogy ennek az esetnek van még egy nagyon súlyos áldozata, az pedig a mozdonyvezető. Elmesélek egy történetet az életemből. Volt barátnőmnek, az édesapja mozdonyvezető volt, és tehervonatokat vezetett, és általában hajnalban ő az első vonatokat vitte, és egyik decemberben úgy döntött valaki, hogy öngyilkos lesz, és kiáll az első tehervonat elé. És hát pont ő vezette. És annyira nem értek a fizikához, de azt tudom, hogy a látótávolság az kisebb, mint a féktávolság, tehát mikor meglátod az embert, hogy ott áll a sineken, már hiába akarod lefékezni azt a vonatot, ahol mögötted van 30 meglakott kocsi, nem fogod tudni megállítani, és csak annyit tudsz, hogy dudálsz, fékezel és imádkozol, hogy az ember lépjen le a sinekről. Hát elütötte az embert, nem ő volt a hibás, viszont lelkileg nagyon meggyötörte, nagyon megviselte. Egy jókedélyű, humoros, vékony fiatalember volt, aztán nagyjából helyre állt, visszament dolgozni. És februárban egy újabb ember döntött úgy, hogy az ő vonat elé lép ki, na ezt már nem tudta feldolgozni. Tehát amikor 3 hónapon belül 2 embert ütött el, 2 embert gázolt halálra, tudta, hogy nem ő a hibás, de a lelkileg tönkrement. És egy elhízott, egy depressziós, egy pánikbeteg ember lett, aki nem mert olyan helyre menni, ahol 4 embernél többen voltak, egész nap ült, nézte a tévét, és teljesen befordult, és tönkrement. És a családja mondja, a barátnő mesélt, hogy teljesen tönkrement az apja. És úgy, hogy nem ő volt a hibás. Most képzeljétek el az esetet. Jön át a 14 éves kislány, nem tudom hány éves volt, akit elütöttek.
fülébe a fülhallgató. Te ott ülsz, vezeted a vonatot, látod, hogy jön a lány, dugdálsz, fékezel, kiabálsz, imádkozol, és végül elütöd. És amikor szállsz ki a vonatból, akkor azon gondolkozol, hogy reméljük valahogy túlélt az utolsó pillanatban, talán félrement, talán bebújt a vonat alá, talán valahogy túlélte, és látod, hogy ott van szétkenődve a vonaton a lány. Most szerintetek mit érezhet az ember, aki ezt látja? És utána jönnek helyszínelni, jönnek a rendőrök, ott kell órákat tölteni, és ott látod, és benned van, hogy mi van, hogyha ha előbb veszem észre, mi van, hogyha ha előbb fékezek. Érted, hogy ő is borzasztóan, ő konkrétan nem halt meg, de szerintem lelkileg totál tönkre megy egy ilyen szituációban. Tehát óvjuk meg azt a gyereket, aki átmegy, és óvjuk meg a mozdonyvezetőt, mert ő is áldozat. És óvjuk meg mindenkit, akivel bármilyen tragédia történhet egy ilyen felelőtlen, gondatlan dolog miatt. Úgyhogy mindenkit arra szeretnék kérni, hogyha már nagy feliratkozó táborral rendelkeztek, a szavatok borzasztóan hangos, rengeteg emberhez eljut, akkor használjátok arra, amire használni kell, ne arra, hogy szítjátok a feszültséget, és elmondjátok azt, amit mindenki tud, és a bandiba még egyet belerúgtok. Szerencsétlen már a földön van. Valószínűleg rájött, hogy abszolút egy baromságot csinált. Oké, lépjünk túl, és akkor azt mondjuk, hogy jó, nézzük, mi a megoldás, mit lehetne tenni, és mi az, amivel meg lehet a következő ilyet akadályozni. Nagyon bízom benne, hogy eljut a videó hozzátok, és nagyon bízom benne, hogy tenni is fogtok ezért. Köszönöm szépen, sziasztok! Többé nem akarsz már senkinek se tetszeni, most vagy csak magadnál, át lehet fedleni. Fáradtál tett a megfelelni akarás, csukom a szemem, tárom a kezem, indul a szaladás. Ma szabad eszek, nevet, kérek, mint egy kisgyerek, hátradőlő, kikapcsolok, érzem, hogy ez így kerek.